A Vörösmarty Mihály Könyvtár Zsolt utcai tagkönyvtárában minden hónapban rendeznek a szomszédos gondozási központ nyugdíjasai számára valami szívet melengető programot. Ezúttal az október 15-i Fehér Bot napjához kapcsolódóan hívtak vendéget a látássérült Györök Márk személyében. Könyvtár szociális intézmény, érzékenyítünk minden nap, minden téren, és most ennek jegyében ezt a műsort megrendeztük nekik. Márk fog bemutatkozni, mindennapjairól fog mesélni, megmutatja nekünk a gitártudását, az énekhangját, általában a, hogy is mondjam, a könyvajánlókon túl. Azért én azt hiszem, hogy nagy szükség van ilyen érzékenyítő programokra is. Vakon is szép az élet, vallja Márk. A fiatal férfi azt mondja, szeretné megmutatni másoknak is, hogy ez nem szégyen, hanem egy állapot, amiből ő a legjobbat szeretné kihozni. Ennek tükrében Márk mindent kipróbál, nem ismer lehetetlent. 8 éve együtt zenél Mics Péterrel, akivel járják a középiskolákat, hogy rendhagyó irodalomórák keretében mutathassák be műsorukat a szemléletformálás jegyében. Mindent megpróbálok, nincsenek olyan dolgok, amik igazán kihívást jelentenének. Ha van is olyan, akkor megkérem hozzá a megfelelő embert, utánolvasok, utána nézek, és megpróbálom lehetőleg jobban a tőlem telhető módon megcsinálni azt. Persze ehhez kell egy olyan háttér is, mint édesanyám, aki ebben támogat, és a családom többi tagja, aki szintén támogat ebben is, segít céljaim elérésében és megvalósításában. Az érdekes előadás során a résztvevők hallhattak a Fehér Bot eredetéről is, de Márk mesélt mindennapjairól, bemutatta a Bray írógép működését, és egy kis ízelítőt adott zenei tudásából. A Zsolt utcai tagkönyvtárban legközelebb a televíziózás nemzetközi napja kapcsán szerveznek programot.